Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét, itt vagyunk Családőrzők című sorozatunkkal. Gyakorlatilag majd, hogy nem éve követhetik műsorainkat, akik velünk vannak, és követhetik beszélgetéseinket, amivel mindig igyekszünk olyan témát hozni, amely egy kicsit segíthet a családban élőknek a gondolkodáson, mert bizony, ha valaki családban él, vannak konfliktusok, de ezek a konfliktusok többnyire megoldhatók, és pontosan ez az, amiről mi beszélgetünk hétről hétre. Ilyen lesz a mai témánk is, hiszen amikor a gyerekekkel beszélgetünk, vagy a gyerekek fölött beszélgetünk, mert ilyen is van, annak azért lehetnek következményei. Hogy ez így van-e, majd megerősítenek benne szakértőink, Fekete Cseri Zsuzsanna, a Kerek Világház Alapítvány szakmai vezetője, mozgásterapeuta és egészségfejlesztő. Köszönöm, hogy itt vagy. És ugyanilyen örömmel fogadom Papp Csillát is, aki párkapcsolati mediátor és életvezetési szakértő. Szia Csilla, sziasztok! És Tolnyai Gábor, atya, plébános és mentálhigiénés szakember. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Nem tudom, hogy ti mennyire viszitek haza, amikor ilyen témákat felhozunk. Ugye valamilyen módon családba értek, Gábor atyának ott van édesanyja, az férj, és meg a plébánia. Sok mindent érintettünk már, és beszéltünk már. Van-e olyan, hogy ez nektek eszetekbe jut otthon, amikor találkoztok a hozzátok tartozókkal? Mármint, hogy innen mit viszünk igen, haza? Igen. Igen. Eszünkbe jut szerintem, neked is eszedbe jut, Zsuzsi, nem? Mindenképpen, ugye az én férjem mindig megkérdezi, hogy na, mi volt a téma, ez az első dolog, és a második, hogy hogy érezted magad benne, aztán az, hogy milyen gondolat van még benne, akkor azt úgy megbeszéljük, hogy az hogy tök érdekes volt, például Gábor azt mondta, Csilla azt mondta, és akkor alig várjuk, hogy láthassuk. Tovább viszitek a témát? Igen, szoktunk volna beszélgetni, hogy ne, hát ezek gondolatébresztőek nekünk is. Arra alkalmasak, hogy mi is pontosítsuk. Ugye nekünk a kommunikáció az egy alapvetés, ebből élünk, ezzel dolgozunk a gyerekekkel, a családokkal. Ez nagyon-nagyon fontos része az életünknek. A saját otthoni életünknek is nagyon-nagyon fontos része, hogy jól tudjunk kommunikálni, és jól tudjuk egymást megértve támogatni és segíteni azokban az ügyekben, amiket mi fölvállaltunk. Amikor egy-egy téma innen hazajön, akkor annak mentén mi elkezdünk együtt gondolkodni, hogy és akkor emlékszel, amikor az volt, vagy ennél a család, vagy annál, vagy a saját családunkban, vagy igen, tovább visszük ezeket a kérdéseket, és nagyon izgalmas, mert elindít néha olyan beszélgetést, hogy nincs idő mindig mindent megbeszélni. Tehát az élet pörög tovább, és érezzük, hogy ott azért lenne, miről még beszélgetnünk, de nincs rá idő. Szaladunk tovább, és egy-egy ilyen téma kapcsán vissza tudunk nyúlni, hogy emlékszel, velünk is megtörtént, és tudod, akkor olyan rossz érzés volt, hogy igen, de te meg nem figyeltél, érted? Tehát, hogy le tudunk ennek kapcsán is valamit úgy kommunikálni, hogy van ilyen, hogy például hazamegyünk este, hogy figyelj, az a reggeli történet az lecsenged benned, vagy van még benne valami? Mert fontos, mert érezzük, hogy akkor kevés volt rá az idő, és ugyanez történik itt ezeknek a beszélgetéseknek a kapcsán is. Tehát igen, én azt gondolom, hogy ezt használjuk, ezeket az eseményeket. Nálunk úgy van, annak ellenére, hogy az én párom műszaki végzettségű, tehát nem szakmabeli, és nem dolgozunk együtt, mint ti. Mi is megbeszéljük, beszélgetünk róla, és nagyon sokszor példa, akár a saját kapcsolatunkban, mint nálatok is, vagy ő hozza fel, mert hogy közben nagyon empátiás, és mondja, hogy XXYZ, és hogy hasonló problémák, és ugye nem tudom, kinél is hallottam, most nem akarok helyzeteket mondani, nem akarom, hogy kellemetlen helyzetbe kerüljön, és hogy mennyire látja már kívülről azokat a dolgokat, amiket így általam tőlünk, rólunk, velem együtt beszélgetve hall. Tehát ugyanígy tovább van gördítve, és vannak gondolatfolyam áramoltatások, és egyébként még ütköztetések is, mert hogy amiről beszéltünk az előző adások valamelyikében, hogy nem kell ugyanazt gondolnia, amit nekem, és nem kell, hogy az értékrendje totálisan ugyanaz legyen, mint az enyém, és nekem sem kell fordítva, de ettől függetlenül kulturáltan meg tudjuk ütköztetni a véleménykülönbségünket. Nekem maximum csak úgy van visszajelzés, hogy XY látta az egyik műsorunkat, adásunkat, és akkor utána küld egy üzenetet, reflektáltad, hogy kapok ilyenfajta visszajelzést, de úgy, hogy én valakivel ezt leüljek, és aztán átbeszélgessük, hogy
hogy megy tovább ez a téma, vagy miről volt szó igazából, nekem nincs ez a hátrány. Hát ez a cölibátus hátránya, ugye, ha akarom mondani, akkor nézhetjük így is a történetet, hogy én nem megyek haza, és akkor az asszonya nem tárgyaljuk ki a dolgokat, hogy tulajdonképpen ezek azok, miket mondtak már megint. Megértjük és elfogadjuk. Annyit azért hagyd mondjak, hogy legyen jó hír, ugye tudjátok, hogy az én férjem szakmabeli, és folyton hallgatja a Vörös Marti Rádiót, tehát teljesen mindegy, éjjel-nappal van, főleg, ha én nem vagyok otthon, és legutóbb a Családőrzők című műsort nem a televízióban, hanem a rádióban hallgatta meg, és azzal fogadott, hogy mennyire jó volt ez a műsor, de eddig olyan nagyon nem is figyelt oda rá, úgyhogy először kaptam meg, és szerintem majd ezentúl ő is figyelni fogja. Térjünk rá a témánkra, mert ugye arról szeretnénk mi beszélgetni, hogy a kommunikáció a gyerekkel, vagy talán azért kezdjük azzal, hogy még maradjunk a felnőttek kommunikációján, hogy a gyerek fölött. Ami már eleve teljesen mindegy, hogy mi a téma, ha úgy beszélünk mondjuk egy gyerekről, hogy ő ott van, de róla van szó, vagy egymással fölötte beszélünk, miközben ő ott van és kapkodja a fejét, hogy mi van, hát szerintem nem kell ahhoz szakértőnek lenni, hogy azt mondjuk, hogy nem jó. Hát most azt tudom, hogy Sanyi, szólj rá erre a gyerekre, már hányszor mondtam neki. Igen, ez az egyik. Jó, persze a viccet félretéve. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a gyerek az gyerek, de ugyanúgy egy érző emberi lény, mint bárki más, sőt, lényegesen érzékenyebb, mert hogy kialakulatlanságai vannak, ezért nagyon nagy tisztelettel kell viseltetni iránta. Teljesen mindegy, hogy én most dühös vagyok, kétségbeesett vagyok, fáradt vagyok, fájdalmam, mindegy, mi bajom van. Akkor is a gyerek élvezi a gyerek státusz védelmét. Ezt annyira jó lenne valahogy máshogy megfogalmazni, de még nem találtam rá jobb fogalmat. Mitől van valaki gyerek státuszban? Hát attól, hogy ő védett. Attól van gyerek státuszban, hogy őt jobban kell védeni, mint a többieket, mert kiszolgáltatottabb. És nem lehet kiszavazni. Hát és nem lehet kiszavazni, ez így van. És az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha én ezt a tiszteletet meg tudom adni a gyereknek, akkor nem fogok a feje fölött vérre menő vitákat folytatni az apjával, különösen nem abban a témában, ami nem a gyerekre tartozik. De egyáltalán a kulturált vita az kell, hogy megtanulja a gyerek a családban, tehát nem fogunk elvonulni előre minden helyzetben, de bizonyos dolgokat biztos, hogy nem a gyerek előtt fogjuk megbeszélni. A nagyanyámék még azt mondták, emlékszel rá, hogy zsindelyes a háztető. Innentől kezdve mindenki tudta, hogy itt a gyerek ne beszélj olyat, amit, és nem úgy beszélj, és ne olyan szavakat használj, és a többi, és a többi. Tehát van ebbe álszentség, de van a gyerek státusz védelme is. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kritérium. Ez az egyik dolog, a másik dolog, hogy senki feje fölött nem érdemes megbeszélni róla a dolgokat, anélkül, hogy ő ebben részt vehessen. A gyerekre is ugyanez igaz. Tehát ha már a gyerekről szól a polémia, mert feltételezem, hogy a gyerekről szól a polémia, akkor a gyereket bevonva fogjuk megbeszélgetni ezeket a dolgokat. Ha nem a gyerekről szól, akkor meg teremtsünk magunknak olyan helyzetet, amikor a gyerek nem kénytelen elszenvedni mindazt, amitől mi villongunk és frusztrációink vannak, vagy hierarchiartot vívunk, vagy bármi más bajunk van. Hát ugye mit él meg a gyerek, amikor mondjuk veszekszenek a feje felett? Azt éli meg, hogy anya és apa veszekszenek, biztos miattam, mert általában a gyerek magára veszi. Mindent. Elveszíti abszolút a biztonságérzetét, bizonytalanságba kerül, félni kezd. Mi lesz most? És ha még esetleg durvább szitu van, tehát legességig is fajul a dolog, apa és anya összeverekszenek, vagy apa anyukámat esetleg megveri, vagy bántalmazza, akkor a gyerek teljesen kétségbe. Vagy anyaapát. Vagy anyaapát, hogy legyek. Tehát, hogy a gyerek összeomlik lelkileg, tehát nem tudja, hogy mi várható, hogy mi történik, teljes bizonytalanság, félelem uralkodik el rajta, és végig magát hibáztatja, hogy biztos miatta van. Ő azt hiszi, nekem rengeteg felnőttem van, aki elmeséli a gyerekkorát, és pontosan ezt mesélték el, hogy mindig azt hitték, hogy a szülei miatta veszekszenek, és hogy ő csinált valamit, ami miatt, és hogy úristen, akkor ő milyen, és hogy mit tehetett ő, hogy a szülei ennyire összevesztek. Egy másik téma, azt gondolom, mert hogy most ugye belementünk abba, hogy konfliktus és szülők egymással vitatkoznak, hogy megint a gyerek való kommunikáció, hogy egyszer megkerestek azzal a témával ilyen fiatal anyukás csoport, hogy
a nehéz kérdésekről hogyan beszéljünk a gyereknek. Halál, születés, élet, nem tudom milyen mindenféle témák, betegség. Tehát, hogy hogyan egy kisgyerek felé ezt hogyan kommunikáljuk. És sokat gondolkodtam rajta, biztos, hogy vannak erre különféle technikák, ebben azért jobbak vagytok, akik így gyerekekkel ma foglalkoztok. Én arra jutottam, és azt mondtam erre ezeknek az anyukáknak, hogy szerintem a legfontosabb, hogy ezek a nehéz kérdések számodra tiszták legyenek, tehát hogy próbáld magadnak megfogalmazni, hogy ez neked mit jelent, és akkor már képes leszel arra, hogy ezt a gyerekednek el tud mondani, de míg benned nincs rendben, nincsenek helyén ezek a témák, addig a gyereknek sem tudod lefordítani az ő nyelvére. Egy picit olyasmi megint ez a felnőtt kommunikációs kategória, hogy én nagyon szeretek, és lehet, hogy talán ebből így érthető lesz, én nagyon szeretek keresőkkel, ugye nem vallásosan megkeresztelt, vagy éppen egyáltalán nem hívő emberekkel beszélgetni, akik föltesznek nekem kérdéseket a hitemmel kapcsolatban. Amiben én olyan nagyon természetesen élek benne, szoktam, hogy egy kicsit ilyen buborék létben létezem papként, mert alapvetően hívő emberek vesznek körül, egy olyan világ vesz körül, amiben én biztonságosan mozgok. De ha egy kívülálló, egy abszolút kívülről jövő ember, és ők mindig olyan aranyosak, akik azt mondják, hogy jaj, atya, lehet, hogy rosszat kérdezek, lehet, hogy rosszul kérdezek. Uh-huh. És mindig meg kell nyugtani, hogy kérdez, ez a lényeg, hogy kérdez. De olyankor mindig, tehát, hogy mindig az a feladat van előttem, hogy az, ami nekem természetes, azt nekem meg kell próbálnom lefordítani arra a nyelvre, el kell képzelnem, hogy az ő világában ez mit is jelent, és azon a nyelven kell megpróbálnom elmondani neki azt, ami... De ahhoz az kell, hogy bennem az a helyén legyen, és ezért szoktam mindig hálás lenni az ilyen nehéz kérdésekért, mert kénytelen vagyok én is gondolkodni azokon a dolgokon, amik nekem természetesek. És én azt gondolom, hogy a szülő-gyerek kommunikáció is valami ilyesmi, ez az én feltételezésem, de ha nem jól gondolom, akkor szóljatok, hogy ahhoz, hogy én a gyereknek bármit el tudjak magyarázni, bármit tudjak beszélni, akkor először nekem kell rendbe tenni magam. Mert akkor jönnek a szülők, hogy atya, akkor beszélj már a gyereknek az Istenről, mert én nem tudok neki mit mondani, meg atya, akkor mondd meg, hogy mi az, hogy... Tehát, na, akkor én nem tudom elmondani neki úgy, ahogy te el tudod mondani, de ha benned az valahol van egy válaszod rá, akkor tudsz valamit mondani a gyerekednek, mert ő úgyis úgy fogja összelegni a maga kis világát, hogy egy kompakt, biztonságos világ legyen. Tehát ő mindent úgy helyez el magában, a maga kis gyerek gondolkodásával, hogy az egy biztonságos, kompakt rendszer. Még az ilyen félelmetes nagy dolgok, hogy halál, meghal a nagymama, nagypapa, ő össze fogja rakni magának úgy a dolgokat, hogy az és lehet, hogy tévedésben van, lehet, hogy rosszul áll dolgokat, azért is kérdez, de hogy ő a maga kis gyerek világában ezt megpróbálja helyére tenni. Ez is egy nagyon érdekes, izgalmas dolog. Valóban a gyerekkel akkor tudok jól kommunikálni, és akkor tudok jól válaszolni a kérdéseire, hogyha én legalább tisztában vagyok a kérdésre adott válaszol magamban. De az is egy nagyon izgalmas dolog, amikor a gyerek teremt nehéz helyzeteket, generál olyan szituációkat, amitől én is és a párom is azt se tudjuk, hogy most akkor ezt hogyan kezeljük és hogyan közelítsünk hozzá. És akkor hogyan közelítesz a gyerek felé? Emlékeztek néhány adással előtt? Én akkor érzem magam biztonságban, ha engem megértenek. Így van. Na pont ugyanez igaz a gyerekre is. De ugye a gyereknek nincs annyi lehetősége, mint nekem, hogy értelmes kerek mondatokban megfogalmazzam azt, ami bennem viharzik, ami bennem dúl, ami engem feszít, ami engem frusztrál. A gyerek az nem tudja ezt ilyen szépen összeszedetten összerakni nagy valószínűséggel még, hiszen pontosan az a helyzete, hogy nincs ő még gyerek és növekszik, nincs ilyen eszköztára. Mégis nekem kell őt segíteni abban, hogy ő eljusson odáig, hogy el tudja mondani, hogy mi történt, az ő miért történt, miért ezt csinálta, miért így döntött, hogyan választott. Nagyon-nagyon izgalmas kérdés az, hogy ha én megértésre törekszem, akkor nem ítélkezem. Bármit elmondhat a gyerek, bármit kitehet az asztalra, bármilyen nehézséget, bármilyen döntését, bármilyen szituációt, megköszönöm, hogy elmondta, és nem oktatom ki. Ha ő nem kérdez, akkor nekem nincs jogom ahhoz, hogy én őt egyfolytában verbálisan bántalmazzam azzal, hogy én folyamatosan ütöm a fejét szavakkal, vagy bárhogyan is. Tehát az egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és nagyon nehéz ezt a kommunikációt olyan szintre vinni, hogy kezeld a gyereket úgy, mint egy embert. Uh-huh. Nem mint egy felnőttet, hanem mint embert. Egy embert.
Tehát például, mondok nektek egy példát, mert látom, hogy most nagyon néztek rám, és nem igazán értitek, hogy miről van szó. Jön egy kisgyerek, és azt mondja, hogy az iskolában, nem tudom én, elgáncsolt valakit. És ezért ő most nem tudom én mit kapott, és akkor az anyu, meg az apu, meg akkor a testvérem is, meg nem tudom én, és fel van dúlva, és látjuk, hogy teljesen zilált a gyermek. És kérdezzük tőle, hogy hát mi történt? Semmi. Ugye a szokásos reakció, ugye? Ezt ismerjük mindenhonnan. Mégis mitől van rossz kedved? Hát mert nem tudom, én beírást kaptam. Elindult valami, tehát van egy válasz. Ó, beírást kaptál, és most ettől rosszul érzed magad. Hát igen. Miért kaptad ezt a... Tehát érted? Tehát ha én visszajelzem, hogy te ettől rosszul érzed magad, ő már azt érzi, hogy én ráfigyelek, hogy ő a fontos. Nem érdekel, hogy elgáncsolta, nem érdekel, hogy miért gáncsolta, egyáltalán nem. Az érdekel, hogy ő hogy van, hogy ő neki hogyan tudok segíteni, és ezt kommunikálom felé. Hiszen te az enyém vagy, ugye? És szeretlek, és elfogadlak úgy, ahogy vagy. Egyébként eszembe jutott egy saját emlék, a nagyobbik lányom a gyerek Bibliából olvasott fel, de nem tudott még olvasni, hanem egy óvodai inzultust mondott el a gyerek Bibliából, de beleszőtte a bibliai szöveget Jézust a képek alapján. És a szereplőket kicserélte, képzeljétek el, és úgy tudtam meg, hogy mi történt az óvodában. Nyilván ezt másnap tisztáztam, mellé álltam, kikérdeztem, stb., de hogy ezt az eszközt választotta, 5 éves volt, még annyira, egyébként tudott olvasni már, de még nem annyira, hogy Bibliából olvasson fel, viszont a képek, a szöveg, a fantáziája, és annyira fantasztikusan adta elő ezt az úgymond bántalmazást, mert egy bántalmazásról volt szó, őt bántalmazták, hogy először leesett az állam, emlékszem, hogy a konyhába főztem, és ő így olvasta fel szépen, és akkor, hogy főztem, kavargattam, álltak össze a mondatok bennem, és hát tisztázódott, hogy ez bizony vele történt. Ezt ő nem úgymond a Bibliából olvassa fel, hanem így oldotta meg, és így mesélte el. Mert azt viszont tudta, hogy anyatigris vagyok, szerintem egy az egyben nem merte, mert körülbelül tudta, hogy ennek következménye lesznek, megyek az óvodába, és anya tisztázza, és anya megvéd, de hogy a gyermeki elme, és a gyermeki fantázia, és a lélek, hogy mennyire tiszta. Tehát, hogy amit mondtál, hogy emberként kell hozzáállni, és úgy kezelni, mint egy embert, igen, mert kristálytiszta lelkűek. Tehát, hogy úgy kellene hozzájuk állni, mint a tényleg a törékeny kristálytiszta lélek, mert ők még olyankor ártatlanok. Még nincsenek megmérgezve. Így van, de rendkívül érzelemvezéreltek. Nagyon. Na most, hogyha ő nekik az érzelmeik elborítják őket, akkor nagyon könnyedén csúsznak bele ugye a frusztrált világ nyomán ők is a frusztrációikba, és hát ők aztán nagyon kitartóak tudnak ebben lenni. Nagyon izgalmas dolog megfigyelni a gyereket, és vele együtt megélni ezeket a helyzeteket, és csak ilyen nagyon csendesen azt mondani neki, hogy vigyázz, most csúszol bele abba, hogy rossz döntést hozzál. Ugye ezt sokszor mondják nekünk, hogy mi az, hogy ilyet mondok egy gyereknek, hogy rossz döntést hozzál. Hát milliószor dönt ő is. Most az, hogy tisztában van vele, vagy nincs tisztában vele, az egy másik kérdés. Ha már eljutott arra az életkorra, akkor lehet vele erről beszélni. Dönthettél volna másképp? Dönthettél volna. Te döntöttél így? Te döntöttél így. Akkor így jártunk. Ez a következmény. Ez is egy izgalmas dolog lehet. Most már csak így játszok a fejemben, hogy mondjuk úgy figyelni szülőként a gyereket, hogy hogyan van a másik gyerekekkel. Ezt én csináltam. Tehát, hogy nézd, hogy mert ez egy dolog, hogy otthon hogy viselkedik, ez egy dolog, hogy te hogyan foglalkozol vele, de azt hiszem, hogy sok mindent egy szülő abból is megismerhet a gyerekéről, ahogy ő látja a gyerekeit mondjuk a gyerekcsoportokban megnyilvánulni, és azt hiszem, hogy megint egy szülő helyzetben ez tud nehéz lenni, hogy mondjuk ott merre kell őszintének lenni magam ma szemben megint. Nekem ez is egy ilyen folyamatosan visszatérő mániám, és fogom még biztos mondani több műsorban is, hogy merre kell magammal őszinte lenni azzal a képpel, amit én ott látok mondjuk a gyerekemről, ahogy ő ott jelen van, és úgy azzal az erővel, hogy nem akarok ebbe belelépni. Uh-huh. A pszichodrámában van egy ilyen eszköz, úgy hívják, hogy akváriumjáték. Igen. Amikor az egyik szereplőt kiültetik a körből, és ő nem csinál semmit, a főszereplő, tehát akivel történik a dolog, hogy ki a körön kívül ül, és a körbe beszélgetnek róla. És kívül figyeli azt, hogy mondjuk egy témát elmondja az ő problémáját, a kilép a körből, és a körön belül levők beszélgetnek róla, de ő nem szólhat bele a beszélgetésbe, csak kívülről nézi a történéseket. Vagy lejátszák, az is működik. Ez egy nagyon izgalmas dolog, ezt szoktuk csinálni abban a helyzetben, hogyha valamelyik gyereket nagyon, nagyon erős érzelmi
sok, meg mindenféle behatás éri, és úgy jön be a terembe, és ez ott manifestálódik, nem kell sok, csak azt mondja neki a terapeuta, hogy most akkor légy szíves, ezt csinálj, ez a következő feladat, jön a reakció. Ismerjük a gyerekeket, tudjuk, hogy ők hogyan működnek, és akkor megnézzük, hogy mi az, amitől ő most elkezd kiborulni, vagy mi az, amitől ő most beleáll ebbe a helyzetbe, vagy mi az, amitől ez az érzelem hullám ő rajta végig vándorol. És szoktuk azt csinálni, és nagyon jól beválik, nem tanultam ilyen drámapedagógiai történetet, de ezek szerint valahol mégis ösztönösen jól csináljuk, hogy ez történt, így meg így érezted magad, ezért meg ezért csináltad ezt, oké? Okay? Most hogy érzed magad, hogy erről beszélünk, amikor már ugye tudsz róla beszélni, akkor már biztos, hogy lehiggadt annyira, hogy kommunikáció kész. És akkor a többiek, te hogy érezted magad, amikor ez történt? Te hogy érezted magad ettől? Mit lehet ezzel kezdeni? Hogyan lehetne ezt másképp csinálni? Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy megtanítjuk a gyereknek azt is, hogy bármi, amit teszünk, az hatással van ám a világra. Ugye ő hatással akar lenni a világra, mindannyian hatással akarunk lenni a világra, és leszünk is, de pontosan ez a felelősségünk is. Na most ezt a gyerek úgy fogja megtanulni, hogyha időről időre megkapja a tükröt a saját létében, a saját gyereki közösségében is, meg a családjában is, meg éppen a sporttársai között, vagy ott, ahol van és él és létezik. Tehát a gyerekkel való kommunikáció az nem csak arról szól, hogy én hogyan kommunikálok vele, hanem hogyan segítem és támogatom azt, hogy ő a többi gyerekkel hogyan kommunikáljon, és hogyan fogja ő megtanulni ott a különböző élethelyzeteknek a kezelését, azt, hogy lehetőleg optimálisan senki se sérüljön, és hogy kezdje el megtanulni azt, hogy a másik gyereknek is vannak érdekei, és vannak sérelmei, és vannak késztetései, és neki is vannak érzelmei. Tehát nagyon-nagyon érdekes dolog ezt megtanítani nekik, de mondom, a legfontosabb az lenne, ami felnőtteknél is alapnak kellene lenni, hogy ne ítélkezzünk örökké, ne minősítsünk örökké. És ezt az örökkét most 66 idézőjelbe tettem meg, még kétszer pirossal alá is húztam. Mert annyira könnyen jön a szánkra, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy, de az se jó, ha azt mondom, hogy jaj, de ügyes vagy. Hát jó, és mit kezdjek vele, mondja a gyerek. De ha elmondod neki, hogy micsoda gyönyörű erőfeszítéseket tettél, hogy ez így sikerüljön, egészen más szárnyakat lesz. Kap. Egyébként van egy nagyon jó előfelvetés, ez is NLP-s, hogy az ember nem azonos a viselkedésével, és tényleg nem azonos, és ez az ítélkezésre a válaszom vagy a reakcióm, hiszen az a pillanatnyi állapotát mutatja az a viselkedés. Tehát nem tudhatjuk, hogy ő milyen érzelmi, indulati, elmebéli, gondolati, milyen testi állapotban volt akkor, amikor abban a pillanatban ő úgy viselkedett, vagy olyan interakcióba lépett. Tehát nem érdemes ítélkezni. Én arra a gondolatra kapcsolódnék még rá, amit előbb egy picit már így előjött ez a bélyegzés. Ez megint a szülő-gyerek kommunikáció, amiről ugye most így beszélgetünk, hogy te ügyetlen vagy, te ezt nem tudod megcsinálni. És akkor van ez a vagy. Vagy. Hogy ez a bélyeg, hogy te ügyetlen vagy. Vagy. És akkor ügyetlen vagyok. Uh-huh. És akkor rajtam van ez a bélyeg, hogy én ügyetlen vagyok. Én nem tudok megcsinálni ezt meg azt a dolgot, mert ez ilyen és olyan vagyok. De hogy én Tornyai Gábor vagyok, aki nem tudok megcsinálni bizonyos dolgokat. És ez nem ugyanaz. Tehát hogy csúnya vagy ügyetlen vagy esetlen vagy nem tudom micsoda, ez vagy, az vagy. Ugye meg én a papi kalapomat fölvéve, ugye olyan szépen kifejezi ez a Biblia, amikor az ember teremtésekor, ugye úgy az Isten oda vezeti az emberhez az egész világot, és azt úgy írja a Biblia, hogy és az lett a neve, amit az ember adott neki. És hogyha valaminek nevet adok, akkor az lesz a neve. Hát és minél többször erősítem meg abban, hogy neked az a neved, hogy buta vagy, hogy te rossz vagy, akkor el fogja hinni magáról, mert hogy én rossz vagyok, tehát megcsinálhatom. Én nem tudom jól csinálni dolgokat, hiszen ügyetlen vagyok. És ez én szépen, belelépek ebbe a szerepbe. És ezt viszem magamban, ez az én nevem. Igen. És közben nekem van egy saját nevem, aki nem biztos, hogy jól csinálok meg dolgokat, nem biztos, hogy jól vagyok benne ebben a szituációban, de én nem ez vagyok, hanem ez vagyok. Nagyon izgalmas az is, ahogy a gyerek kommunikál a világ felé. Ugye mi a legdrágább, vagy a legdrágább, a leggyakrabban elhangzó mondat a gyerekek szájából? Nem tudom. Uh-huh. Bármire is. Tehát ők ezzel remekül operálnak ám.
erre is érdemes lenne majd egyszer odafigyelni. Vagyok, és nem tudom. Igen. Ismét nagyon aranyos téma volt, és nagyon szépen köszönöm, hogy most azt mondtam egy héttel ezelőtti adásunkban, hogy nagyon szeretek veletek beszélgetni, most nagyon szerettelek titeket hallgatni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Természetesen Családőrzők című műsorunkat egy hét múlva most is folytatjuk. Köszönöm vendégeinknek, Fekete Cseri Zsuzsannának, Pap Csillának és Tornyai Gábornak, hogy velünk voltak, és ugyanezt tudom üzenni a Fehérvár Televízió nézőinek is. Köszönjük, hogy itt voltak. Viszontlátásra! Viszontlátásra.